Üdvözlök mindenkit, ismét ez a második alkalommal pillanat sorozatnak, az azt lehet, hogy az első pillanat sorozatnak kapcsolatban az életében, és mai előadom Csatos Judit, a Kassák Múzeumnak a munkatársa, akit azért írtam erre a sorozatra, mert hogy rendezett egy kiváló kiállítást a Kassákban, amely magyarizmusnak a mozgáskultúra és testkultúra iskolájával munkásságával foglalkozott, és egészen formálisan és egészen szabatlan kiállítás volt. Juditról kérdés, hogy egy kultúrantropológus, és tulajdonképpen azt mondtam, hogy nem tudom, hogy akkor mindenem ott leírjuk. Tehát akkor egy órán van a leolás, 60 perc, és a 60 perc és a kérdéseknek után egy a fél óra. Három egy óra, tudjuk, hogy itt a mennyire lesz eleven. Más, azt hiszem, mondani valami nincs. Köszönöm szépen akkor. Köszönjük. Én azzal szeretném akkor kezdeni az előadást, hogy folytasson itt a bevezető, hogy én kulturális antropológia szakon végeztem, hogy azt jelenti, hogy én ott nem tanultam kiállítási rendezést. Mellette elvégeztem a muzeológiát végre, ott is a hangsúly sokkal inkább a gyűjtemény kezelésén és a muzeológiai feladatok ellátásán volt. Én nekem a kiállítás rendezési tapasztalat, a sokkal inkább a kortárs művészet területéből származik, több ilyen kortárs művészeti kiállításnak voltam a kurátora, és sorozatban... Én nekem a kiállítás rendezési elsősorban a kortárs művészeti közegből jön, aminek megvan az a pozitív hozadéka, hogy itt az antropológián elsajátított társadalomtudományi nézőpontot a kortárs művészetben nagyon jól lehetett ötvözni, ugyanis ezek a témák ott is megjelennek meg egy ilyen viszonyítási alap. És nekem az, hogy egy történeti kiállítást rendeztem, ebből a szempontból egy ilyen nagy feladat volt, mert teljesen új kérdésekkel találtam szembe magamat, és nem kaptam segítséget a művészektől, akik ugye már rögtön értelmezik a saját munkájukat, és nekem kellett tulajdonképpen itt a magyarolisz életű kapcsán megteremteni egész egy kontextust, meg egy sajátos olvasatot, mind a mellett, hogy persze egy kutatási munka volt a hátterében. Én szeretnék visszakapcsolni különben az előző előadás utolsó mondatához, itt magyarolisz kapcsán. Mégpedig ez a Hitler Gyula Jászinak mondott gondolata, hogy sokat tudnak gondolkodni, kevesebbet írni. És én pedig az előadásomat, hogyha most magyarolisztról kéne pár szót mondani, vagy erről az egész dologról, Jászi Oszkárnak, egy Szabó Ervinnek jut leveléből megidézettel szeretném így felvázolni. Én teljesen saját szempontjaimból ismerem kimondani, géne és kultúrus nélkül, hogy én két zöld gyermeknek szocialista, anarchista, antimilitarista, antialkoholista, feminista, vegetáriánus, stb. Ostoba életem, és a közre teljesen haszontalan játékai miatt életem munkáját felbújni nem engedem. Itt a két zöld fülő, akire utalnak, Magyar Aliz és Magyar József, Aliz Jászi Oszkárnak a testvére különben, és ő az, aki egy ilyen mozdulat művészeti iskolát hozott létre, és nagyon sok kapcsolatot ápolt a munkás kultúrával. Az, hogy ez az idézet azért fontos számomra, mert egyszerűen leírja azt a teret, amiben mondjuk így ez az egész értelmezhető, az alternatív társadalmi mozgalmakhoz kapcsolódva, a társadalmi kapcsolatai gondolkodáson ügyettek itt az egész iskolának és ennek az egész szemléleknek. Illetve egy érdekes viszonyulás az, hogy mondjuk a Jászi Oszkár, hogy viszonyul a család egynő tagjához és annak a tevékenységéhez, aki zöldfülűnek nevez, és amiket ő csinál, azt játékoknak nevezi, tehát így nem veszik komolyan, miközben a Jászi Aliz létrehozott egy olyan életművel, aminek egy részét a mai gyógytorna beépítette már a gyakorlatába. De most itt a kiállítás rendezésről fogok elsősorban beszélni, ez csak egy ilyen kis mondjuk ilyen kontextus felvázolása volt előjáró, hogy miről szólt a kiállítás.
Ott elsősorban itt a különböző testfelfogásokkal és a testhez kapcsolt jelentésekkel foglalkoztam, és ebből a szempontból azért volt érdekes a Magyar Alib iskolája, mely egyszerre nyomok követhető egy polgári testkultúra felfogás, illetve a munkáskultúrával is nagyon intenzív kapcsolatot ápolt, és ennek mint alakító tagja tett részt írásaival, illetve előadásokban rendezett előadásaival, illetve azzal a kapcsolathálóval, akikkel ő együtt dolgozott. Tehát amikor a kiállítást rendeztük, akkor számolni kellett nagyon sokféle kontextussal. Egyrészt volt egy adott múzeumi kontextus, ami a Kassák Múzeum, az egy emlékmúzeum típusú intézmény, ami egy művészeti és irodalmi életmű megszépítéspontján helyezkedik el, és a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozik. Ez a kontextus, hogy életmű köré épült fel a múzeum, annyiban változott, hogy az elmúlt másfél évben az intézménynek új igazgatója van, Sasvári Edit, aki úgy határozza meg a múzeumot, mint egy modernitás kutatásra specializálódott intézmény, vagy legalábbis ennek a kialakítása felé tesz lépéseket, és ebben a kontextusban megengedhető volt már az, hogy egy olyan témát felvessünk, vagy egy olyan életművet akár feldolgozunk, vagy bekapcsoljuk itt a múzeumi munkába, ami nem Kassákhoz tartozik, vagy Kassákhoz kötődik elsősorban. Ugyanakkor itt személyes kapcsolatok és ez a modernitás még közel is megjelenik benne. Akkor vannak a téma által felkínált kontextusok, ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert Magyar Alib életművét elsősorban mozdulatművészet felől közelítik meg, és ennek a betagozódása, vagy amilyen tudományok ezzel foglalkoznak, az körüljárja azt, hogy mit várnak el azok az emberek, akik esetleg itt az életművet ismerik. És itt a művészettörténet, a tánctörténet az, ami nagyon fontos, vagy mint egy ilyen elvárás megjelenik rögtön Magyar Alib neve kapcsán. A másik pedig, hogy lehet csinálni egy ilyen szerzői, alkotói típusú kiállítást, ami az életműre épül és egy történeti jellegű, illetve amit mi választottunk, vagy én választottam, az egy társadalomtudományi megközelítés a kérdésnek, és ebben a tekintetben az volt a fontos számunkra, hogy a testhez kapcsolódó kérdések és testfelfogások jelennek meg az iskolán belül, és részben ehhez milyen testpolitikák kapcsolódnak a különböző érdekcsoportokhoz kapcsolódóan. És tulajdonképpen az a teremtett kontextus, amit a kiállítás létrehozott, az ez a társadalmi jelenségként értelmezett test és testfelfogások. Itt el kellett dönteni rögtön ennek kapja, hogy ez a kiállításnak volt a meghívóján is szereplő kép, illetve ez az ábra szerepelt így mondjuk úgy, hogy a kiállításnak a kezdőképeként, ahonnan így elindult ez az egész történet. Ez azért fontos elmondani, mert hogyha belépünk a Kassák Múzeumnak a terébe, nem válik el egymástól élesen a kiállítótér és a múzeumi fogadótér, ami azt jelenti, hogyha valaki belép, egy hatalmas Kassák felirattal találja magát szembe, egy nagy fekete falon, és ebbe a térbe kell megjelennie mondjuk az időszakos kiállításoknak, amik esetleg nem kapcsolódnak, vagy jelen esetben sem kapcsolódnak konkrétan Kassák életművéhez. Viszont ezzel a helyzettel valamennyire kell számolni, és ehhez a helyzethez igazodva próbáltunk egy nagyon karakteres vizuális megjelenést is adni az egésznek, és ennek lett ez az indítóképe. Ez különben a kiállításnak volt egy grafikai dizájnere, Katalina Sevics, és ő tervezte. Amikor a kiállításról gondolkodtunk, akkor rögtön felmerült a narratívának a kérdése is, hogy hol szeretnék ezeket a kérdéseket vizsgálni, illetve megjeleníteni a kiállítótérben, és ez egyúttal értelmezési kérdés is, hogy hogy gondolkodunk erről az egész anyagból, ami mondjuk így a kezembe került, vagy mi alapján válogattam össze. Itt lehet
egyszerre egy lineáris narratívában gondolkodni, ami alapvetően egységes és valamiféle fejlődési vonalat felvázol, valahonnan valahova tart, és elsősorban mondjuk időrendi alapon rendezzük el az életünkhöz kapcsolódó dokumentumokat, képeket, szövegeket, tárgyakat. Ezzel szemben itt én egy ilyen párhuzamos narratívát próbáltam megjeleníteni, ez a két narratíva pedig az életreform mozgalmakhoz kapcsolódó narratíva, vagy értelmezési keret, a másik pedig a munkás kultúrához kapcsolódó. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen mozaikszerű képet kaptunk az életműről, aminek egyetlen egy hátránya, hogy statikus, mert kevéssé lehet azt követni, hogy mi után következik és mi miből alakul ki, illetve ezt részben lehet az egységeken belül, de az, hogy ezeknek az egységeknek mondjuk milyen kapcsolatok vannak, és ezzel többször is, tehát az nehezebben jeleníthető meg. Tehát akkor így az időbeli átalakulás az elrejtve marad így a kiállító térben tulajdonképpen, vagy egy ilyen nehezebben felfejthető dolog. De az, hogy különböző megközelítéseket enged meg, ez az egész mozaikszerű szerkesztés, ez a mi esetünkben pedig előtt jelentett. Közben én ma majd így fogok lakozni. Itt ezt a két képet azért választottam ki, mert hogy itt a testről és a testhez kapcsolt jelentésekről beszélünk, különböző tulajdonképpen közegekben, és ez a két pár számomra például nagyon jól szemléltette azt, hogy hogy gondolkodnak, hogy milyen módon képzelik el a testet és a testhez kapcsolódó gyakorlatokat. Itt ez a mozdulat művészeti irány, Magyar Lilira látható rajta és Balassovszki Ildön egyébként, és itt ez egy érdekes, hogy egy egyensúlyi helyzetbe állnak a testek, egymástól függenek, egy viszonylag komplex mozdulatot láthatunk, még ezzel szemben, és sokkal nagyobb szerepe van az egyéneknek ebben a kettősben, még mellette látjuk a munkás kultúrának egy ahhoz kapcsolódó fotót, ami az MTE Gödi strand telepén készült. Egyébként valószínűleg magyar előadásra készülnek az MTE kormászai, akik 1928-ban a magyar művészcsoportnak voltak a férfi tagjai egyúttal, és itt látható, hogy sokkal kevésbé az egyes személyeken van a hangsúly, helyette egy olyan felépítményben vagy egy ilyen gullába gondolkodnak, amiben megjelenik valamiféle hierarchia, a részek egymásra épülés, és sokkal kevésbé az egyén kapja a hangsúlyt. És a másik, ami miatt szeretem ezt a képet, hogy valamiféle közösségiséget is sugároz. Ő magyar Alice különben, Máté Olga fotóján, hogy őt is azért megnézzük itt az előadás közben. Tehát itt a testhez kapcsolt jelentések a saját korában a kép és a szöveg közötti mezőne jöttek létre, és tulajdonképpen a jelentés a mai napig ez a mező és a mező közvetíti számunkra, és ez abból a szempontból nehézséget jelent, hogy ugyebár nagyon sok szöveges információ volt, amik dokumentumokként fennmaradtak ránk, itt a kéziratoktól kezdve, az előadásokról megjelent kritikákról legyen szó, a saját szerzői szövegei, mondjuk így a Magyar Aliznak, akkor megjelennek kisebb mértékben interjúk, amiket később felvettek. Ezek részben hangzóanyagok a PIN-nek a média tárából, és a 60-as években a baloldali mozgalmak szereplőivel készültek interjúk, és ezeknek része volt használható, vagy nagyon sok hasznos információt tartalmazott. Másrészt a Politikatörténeti Intézetben lehetett találni még ilyen írott szövegeket és interjúkat, amik pedig a munkás kultúráról próbálnak meg egy képet összeállítani, és azért hangsúlyozom ezt, hogy próbálnak meg, és nem feltétlenül rajzolják teljes mértékig
körül, mert ezekben az interjúkban, akiket megkérdeznek, nagyon sok esetben olyan, mintha nem lennének az önkifejezés a birtokában. Ez azt jelenti, hogy nagyon szűkszavúak ezek az interjúk, nagyon sokszor alapvető információk hiányoznak, és bizonyos esetekben ezek így meglepőek is, hogy elmondják azt, hogy mondjuk milyen előadáson vett részt esetleg valaki, viszont mondjuk nagyjából emlékszik a közegre, de például nem emlékszik, hogy mondjuk így kirendezte azt az előadást, így ezért nem lehetünk benne biztosak, hogy ez valóban mondjuk egy ilyen magyaraliz féle előadás volt, vagy pedig az iskola egyik motivumát tovább vívő előadás, ami néhány év múlva megjelent ugye a munkáskultúra szinten és ezekben a kultúrhozmanos előadásokban, viszont ezeket már nem a magyaralizét rendezték, és ezt az egész bizonytalanságot növeli az, hogy nagyon kevés pontos adat, akár a helyszínre vonatkozó adat, vagy ilyen dátumokra, évekre vonatkozó adat volt ezekben az interjúkban. A másik nehézsége volt ennek a kutatásnak, majd a dolog bemutatásának is éppen, ami szintén inkább a munkáskultúrát érinti, hogy a rendezvények egy része az illegális rendezvény volt, amiből következik, hogy hát a dokumentációk is eléggé korlátozott számban állnak rendelkezésre, és itt pont ezek a fajta típusú képek, amiket itt az előbb is láttuk, ami itt így gödön készült, ezek gyakorlatilag ilyen amatőr fotók, vagy inkább ilyen családi fotókategóriá, vagy privát fotókategóriába is lehet őket kezelni, és elsősorban a Nemzeti Múzeumban találta ide vonatkozó anyagokat, mégpedig a Munkásmozgalmi Múzeumnak, amikor bekerült oda, az MTL dokumentáció is gyakorlatilag ott landolt, és ezeket a képeket ebben az anyagban lehet most így megtalálni. A másik, hogy így akkor most említettem, hogy így a szövegekkel való dolgozás nehézsége mi volt, a másik, hogy a szövegeket nem lehet egy az egyben kiállítani egy kiállításon, vagy így kiradni, mert ezek olyan dokumentumok, amik egyrészt a kutató számára lehet, hogy információdúsak, másrészt vagy önmagukban, vagy egy-egy kiemelve nem sok mindent mond. Ami ebből a szempontból mondjuk így behozható volt a kiállítás terébe, azok a kulcsfogalmak, amiket esetleg használnak a testhez kapcsolódóan. És ezek a kulcsfogalmak voltak aztán azok, amik segítették a képeknek a kiválogatását, vagy a képanyagnak a rendszerezését is. Az, hogy tulajdonképpen itt jelentésekről van szó, és jelentésképzésről, itt felmerülnek azok a kérdések természetesen, hogy kik állítják elő ezeket a szövegeket és ezeket a képeket, és hogy a polgári kultúra szövegeit kik állítják elő, az sokkal inkább mondjuk a középosztály és azok, akik csinálják is ezt a kultúrát. Még ezzel szemben mondjuk a munkáskultúra szövegeinél már egy ilyen vezető irányító szerepben lévő szereplők azok, akik ezeket a szövegeket így megalkotják. Hogyha megnézzük azokat a lapokat, ami ennek a fórumai voltak, mondjuk a 100% vagy a munka újföl, ezekre gyakorlatilag, ha ma olvassuk őket, olyan, mintha programszöveget lennének. Akár egy egyszerű tornaünnepének a leírása is egy himnikus hangrendben zajlik. Ezeket különben nagyon szórakoztató volt olvasni. Ugyanakkor az információ tartalma leginkább pont ez a viszonyulás volt a jelenséghez magához. Emellett a jelentésképzés az nem zárult le itt a saját korában, hanem ezek, hát az anyagokat, amikor így elővesszük, mi is hozzáadott jelentésekkel dolgozunk még, és ezekhez hoztam is képeket, hogy milyen különböző szempontok, vagy ilyen jelentésképző mechanizmusok, viszonyulások jelennek meg itt. Az anyagok egy részét a magyar aliznak a délinotájától
kaptuk kölcsön a kiállításra. Az ő szempontjai azok személyes szempontok voltak, ez most csak egy ilyen illusztráció, de nagyon szerette volna, ha kiállítjuk azt a bronzba öntött kis cipőt, amiben Magyar Aliz megtanult járni. És vagy a másik ilyen, az örökösnek egy ilyen nagyon fontos momentum volt, ez a Magyar Aliznak a déd, hogy mondják ezt, dédnak szülője, vagy dédnagymamája, Zsanettnek hívják, és a családi legenda szerint ő integetett Napóleonnak. Ez az a kép, ami azért van meg nekem, mert én ott a helyszínen ezzel nem igazán foglalkoztam, de aztán legbiztos Tamás a dédunoka, ezt nekem nagy lelkesen aztán átküldte, és utána többször is rákérdezett, hogy nem akarjuk-e mégis betenni a kiállításba. Akkor erről már beszéltem, hogy én, mint kutató, nekem is vannak olyan fontos dokumentumok, meg olyan megközelítések, amik ezeket a jelentésképzés szempontjából számomra fontos. Ilyenek lehetnek mondjuk ezek a kéziratok, amik egyáltalán nem befogadhatók, illetve a forrás értékét vagy a történet jelentőségét ebben a pillanatban csak én vagy csak a kutató látja, és nem a látogatónak ez lehet, hogy nem sokat mond. Akkor van egy másik jelentésképzés, itt én a közönséget írok, aki jól lehet egy nagyon tagolt kör, még akkor is, hogyha megpróbálok a célcsoportokat meghatározni, de amikor én ezen gondolkodtam, hogy a közönség elé mit kezdek egy ilyen helyzetben, én nekem az volt a meglátásom, hogy számukra az a fontos, hogy valamiféle személyes kapcsolódás lehetősége meglegyen a kiállításban, és ők tudjanak kapcsolódni a kiállításban felvetett kérdésekhez, problémákhoz, akár egy-egy tárgyhoz, amit aztán utána még sokáig az emlékezetükben őriznek. Ezt a képet most azért hoztam, vagy mutatom, mert amikor rendeztük a kiállítást, és már fent volt a kiállítás egyik fala, és jöttek szállító cég, hogy elvigye az előző kiállításnak a munkáit, jött be hozzám a szállító, az egyik szállító, és jelezte számunkra, hogy hát ez nagyon fantasztikus kiállítás lesz, ami most készül, és képzeljem el, hogy ő felfedezte a nagypapájának az egyik festményét a kiállításon, ez egy Borovica Tibor festmény, ami eltűnnek van nyilvánítva. És aztán utána megnyitón találkoztunk is a Borovica unokával. A másik, amikor nem ennyire személyes ez az egyedi jelentés, de egyszerűen van a képeknek mondjuk, vagy a tárgyaknak egy olyan hangulata, ami úgy megfogja az embereket, és a visszajelzések alapján ez kiderült, hogy például amikor olyan emberekről van szó, akiket esetleg most itt Szabó Ervint, Jászi Viktor, Jászi Aliszt és Gönyei Katát láttuk a képen Riminiben strandolni, hogy ebben az esetben tulajdonképpen azok, akiket valamennyire ők ismernek, egy ilyen teljesen másik szituációban vagy szerepben jelennek meg. És akkor a jelentésképzésnek ott voltam én, mint az ötödik ilyen, a mai korban hozzáadott ilyen szempont, vagy pedig egy ilyen mechanizmus. Én aki azt mondtam, hogy itt a testtársadalmi jelentéseiről van szó, és felmerül az, hogy ezek a jelentések és ez a testhasználat milyen más társadalmi mozgalmakhoz kapcsolódik-e, illetve kapcsolódik-e társadalmi mozgalmakhoz. A munkás kultúra esetében itt a munkás mozgalomhoz való kapcsolat, meg annak a részeként a testedzés, ez egy nagyon komoly szerepet betöltött, és ez nem is volt kérdés. Ezzel szemben a polgári kultúrában is megvan egy nagyon fontos karakteres testről való gondolkodás, illetve már ott is megvannak ebben a korban a polgári torna egyesületek, ennek megvan az irodalma, ennek megvannak a vezér egyéniségei, és ebben a Magyar Aliz által vezetett tevékenység viszont nem illeszthető bele sok szempontból, mert itt mások a szereplők, sokkal inkább itt egy ilyen női vonal bontakozik ki, amiben a nők mint cselekvők lépnek fel, még a párhuzamos mondjuk ilyen polgári torna egyletekben azért a cselekvők, vagy ennek az irodalmát, akik illetve hozzátok még mindig akkor a férfiak.
illetve még felvetődik akkor itt a mozdulatművészethez való kérdés, ami szintén nagyon hasonlóan a mindennapi testkultúrában gondolkodik alapvetően, szintén a szereplői a nők, és szintén mondjuk egy a polgári liberális középosztályból kerülnek ki a művelői, ugyanakkor kérdés ennek ellenére, hogy mozgalomként ez, még alternatív társadalmi mozgalomként értelmezhető ez, amikor ők nem akarnak kiépíteni tulajdonképpen egy társadalmi bázist, hanem folyamatosan ők csak egyénről és az egyéni képességek és a személyiség kibontakozásáról beszélnek, és ennek megfelelően igaz, vannak iskolák és vannak ehhez kapcsolódó tevékenységek. Ugyanakkor ezek nem intézményesülnek, és nincsenek olyan ritusok, amit mondjuk így mindenki egységesen vagy a végrehajtanak. És ezek azok a szempontok, a jelentésképző mechanizmusok, amik egyrészt így az olvasatot is befolyásolják, másrészt én azt vettem észre, hogy ezek részben elvárásként is működtek így a kiállítással kapcsolatban, mert annak megfelelően, hogy ki milyen koncepciókkal, milyen viszonyulásokkal érkezett a kiállításra, keresett dolgokat és keresett értelmezéseket és próbált megkapcsolódni ehhez. És itt ez volt a kiállításnak a meghívója. Itt különben pont arra próbáltuk meg ezzel a képválasztással itt a hangsúlyt eltenni, hogy itt most nem feltétlenül majd a mozdulatművészetről vagy a táncművészetről van szó, hanem választottunk egy olyan képet, ami valamennyire ezt így hozza, ugyanakkor azt a dinamikát is, amit mondjuk egy ilyen társadalmi mozgalmaknál, akár mint a munkáskultúrában is van, valamennyire lehet érzékeltetni. Itt van ez a kép külön így. Ez van egy 1928-as mozgáscsoport táncéletemében van beletározva a Nemzeti Múzeumban, és a Magyar Iskola tanulói szerepelnek rajta. Ez pedig már egy gyakorlat volt az iskolának a repertoárjából. Tehát itt az a kérdés merült fel, hogy rengeteg szempont van, rengeteg elvárás van, és hogy mégis milyen és hogyan lehet társadalmi jelentéseket ezek után bemutatni múzeumi keretek között. És itt, ami felmerült, hogy nagyon pontosan világossá kell tenni a koncepciót, ráadásul úgy, hogy ne kelljen sokat olvasni, hogy a koncepció átlátható legyen, és hamar felfogható legyen, és ebből a szempontból például nagyon nagy hangsúlya volt itt nálunk a címadásnak, vagy az alcímnek, amiben már megpróbáltuk azt a két kulcsot betenni, itt az életmódreformot, meg a munkáskultúrát, amivel elhatárolódunk valamennyire a művészettörténeti, vagy történeti megközelítésektől, és ezzel már orientáljuk a látogatókat is. Emellett persze vannak a kiállításon is megjelennek falszövegek, meg más típusú szövegek, de az első találkozás az még mindig így a cím, és ez az, amire emlékeznek az emberek, amit már nem tudom, megkapják a meghívót. A másik, ami itt a társadalmi jelentések kapcsán egy nehézséget okoz, hogy ugye itt vannak tárgyak, vannak szövegek, amiket elkezdünk értelmezni, és ezeket az értelmezéseket én ugye nem tudom leírni, vagy itt az információ átadásnak a műfaja, az gyakorlatilag a kiállítás esetén egy ilyen vizuális műfaj, és amit csak kiegészítenek azok a szövegkomplexumok, amiket mi itt így hozzáteszünk, és hiába vannak meg ezek a szövegek, én azt érzékeltem a visszajelzések alapján, hogy nagyon sokszor elmennek mellette az emberek, illetve így végig kutyák, és akkor a fontosabb kulcsszavakat igazán kiemelik, de a látogató nem feltétlenül fog mindent végigolvasni, amit itt kiteszünk. A mi esetünkben úgy épültek fel ezek a szöveges részek, hogy voltak a nagy összefoglaló falszövegek, akkor amikor terveztük a kiállítást, akkor ahova beterveztük a szövegeket, az kevesebb lett, mint amit én
én úgy szerettem volna, hogy megjelenjen, és akkor ezt követően jött az az ötlet, hogy hát mennyire jó, bedolgozzuk majd a képaláírásokba, plusz információba, azaz egy-egy mondat elejéig akár megmagyarázzuk, hogy mit, miért válogattunk be, illetve valóban plusz információkat adunk, akár az előbb látható Rimini megkészült strandképhez oda lehet írni azt, hogy ez a társaság rendszeresen diéta versenyeket tartott Riminiben, és azzal játszottak, hogy ki bírja legtovább evés és ivás nélkül. Ezek azért fontosak, mert most ugye a testről beszélünk, meg testhasználatokról, testhez kapcsolódó gyakorlatokról, és ezek azért nagyon sok mindent elárulnak erről az egész rendszerről, illetve pont ettől lesz az egész egy ilyen teljes életmódra kiható testfelfogás. Ugyanígy képaláírásban szerepelt az, hogy mondjuk vegetáriánusok, vagy a család egy idegen vegetáriánus, és itt igaz, már nem jelöltük mondjuk a szövegbe azt, hogy ennek a fogalomnak milyen más jelentése volt a mai naphoz képest, vagy manapsághoz képest. Ugyanis a Magyar Alice Féri, a Magyar József a korszerű táplálkozásról tartott egy előadást a Társadalomtudományi Társaságban, ami megjelent külön lenyomaton, és akkor abban a szövegből megtudhatjuk, hogy a vegetárián most ők úgy értelmezik, hogy nem eszünk olyan sok húst, mint idáig, maximum naponta egyszer 13 dekát. De alapvetően, amikor a kiállítást rendeztük, egy ilyen vizuális nyelvben gondolkodtunk, vagy így a kiállítás összmegjelenésében, és megpróbáltunk ilyen belső struktúra képző egységeket megjelölni, hogy hova helyezzük mondjuk vizuálisan a hangsúlyokat, hogy a figyelmet hova irányítjuk, hogy a kiállításnak legyenek szerkezete. És ennek megfelelően a tervezésnél elkezdtünk hívószavakkal dolgozni, mégpedig amikor nekem el kellett mondani azt, hogy én mit szeretnék, és sok szeretném megjeleníteni ezeket az egységeket, amik így megjelennek így a kiállításon, a következő fogalmakkal dolgoztunk, volt az archívum, ami a polgári mozgás kultúrához kapcsolódóan és a gyakorlatok rendszerét akarta leírni. Most mutatok néhány képet ezekből a gyakorlatokból. Ezek dokumentációk, amik eredetileg a Magyar Alice 1926-ban a Női Testkultúra új útjai című könyvéhez készültek, és a könyvben ezek a képek úgy jelennek meg, hogy ez a képek széle le van vágva, és egységes fekete hátkötél van, azaz retusálták a képet, és egy-két helyen különben retusálták magát a mozdulatot is, meg az alakokat is. Ez pedig a gyermektornához kapcsolódó képek, itt már többször jelennek meg a gyerekek, úgyhogy párba vagy pedig közös gyakorlatokat bemutatva, és akkor most megmutatom, hogy ez lett maga az archívum rész. A kiállítás az ugye itt kezdődik, és ez az első rész, ami az életmód reformhoz való kapcsolatot próbálja meg bemutatni. Itt a választás az volt, hogy a családnak tulajdonképpen a privát fotóiból választottuk ki azokat a képeket, amik valamilyen szinten erre utalnak. Itt volt már ez a Rimini, akkor itt majd később szerintem lesznek, még hoztam képeket, és már látni fogjuk, hogy akkor itt egy ilyen tengerparton a Magyar Aliza lányával mesztelenül fekszik, akkor itt egy ilyen tengerstornakép van, a Magyar Vintábrezója, akkor itt van Magyar Aliza ilyen kimonószerű utában. És akkor ez pedig a polgári mozgáskultúrához kapcsolódóan maga az archívum, ami ugye a gyakorlatunkból áll össze. Most, hogy így a képet tudjuk értelmezni, itt készült egy interjú magával a Magyar Alice örökösével, Rekiszki Tamással, és ezt azért tartjuk interjú formában, hogy azért lett meg ez a formája, mert amiket ő mond, azokat én sokkal inkább ilyen családi anekdóták voltak, és a történetek áthagyomány.
szeretnénk, hogy ezeket lehetne forrásértékű dokumentumként használni. Itt nagyon, és ráadásul ezek a történetek valódi anekdóták, amiknek megvan a jelentése így a család történetben is, és ahogy kell, ezek frappásak, nagyon sokszor viccesek, ilyen történeteket kell elképzelni, hogy az iskolában ugye a menzedik, most én az iskolában bővebben nem beszéltem, egy-két ilyen utalást mondok csak, hogy az iskolában a menzedik rendszernek megfelelően mesztelenül tornáztak a nők, és állítólag a rendőrség ezért rendszeresen rajzolt az iskolában. A Lebiszki Tamás anekdotái szerint ez mind azért van, mert ugye bár itt mesztelen lányokat lehet látni, és hogy ez nagyon izgalmas. Ehhez képest mondjuk egy ilyen másik szál az, hogy mondjuk Magyar Józsefnek milyen tevékenysége volt, ugye a tanácsköztársaságot követően Bécsben, míg majd 24-ben, amikor hazajön, utána is rendszeresek a akkor már kint Bécsben a kommunista párttal kapcsolatokat alakít ki, és valószínűleg ezért rendszeresek az iskolában a razziák, és nem azért, mert mesztelenek lehet látni. De maguk a történetek, azok annyira színesek, meg annyi mindent hozzátesznek, és nagyon sokszor árnyalják azt a képet, ami mondjuk itt így megjelent a kiállításon, hogy végül is én úgy érzem, hogy jó döntés volt, hogy ezeket valamilyen szinten így megjelenítettük. Na igen, akkor a második része a hívószavaknak, hogy visszatérjek ide, ez a káosz volt. A kép, amit itt kiválasztottam, ez különben a 1922-ben a Hevesi Iván és a Palasovszki Ödön által írt manifestum. Itt a cím az elég sokat mond, a millió kultúrájáért új művészetet, és ez megjelenésében egy ilyen dadaista ízű kiadvány volt, és az előadásokban, amiket a Palasovszki Ödön rendezett az Avangárd színpad keretében, ez a dadaista vonal, ez meg is jelenik. És itt egy ilyen előadásfotó, ez aztán nem került ki a kiállítása, de ezt a hívószót, mint káosz szerintem jól szemlélteti, illetve ez nem már a Korszeri Szvit című előadás, és gyakorlatilag a káosz mentén jelenítettük meg az iskolának az előadásait, ami ennek megfelelően kisebb hangsúly került a munkás kultúrumokban létrehozott előadásokra, mert az egy nagyon érdekes volt itt az iskola gyakorlatában, hogy a két közegben nem csak a testhez kapcsolódó jelentések voltak mások, hanem például az előadás felépítése, az előadás célja, illetve az ott használt kifejezése. A leírások alapján nagyon sokszor, vagy a leírásokban nagyon sokszor használják például a szintetikus előadás kifejezést, amiről aztán így kiderül, hogy más jelent, amikor ők az avantgárd kontextusban és avantgárd előadásról beszélnek, ezt különben Palasovszki Ödön a visszaemlékezéseiben élszínpadnak nevezik. Ebben az esetben a szintetikus előadás azt jelenti, hogy minden eszközt használnak, amit színpadon be lehet venni, az ott, nem tudom, írógép, orkesztertől kezdve mindenféle szín vagy korlátozott módon, de színpadtechnikát, fénytechnikát, akkor jelmezeket, a zenét, hangot, a színpadon dolgozik egy maszkmester, nagyon sokszor még az egyik jelenet itt jól lát. Itt látszik, hogy egyszerűen zavaró tényezőként itt ilyen feliratok jelennek meg, illetve a leírások alapján az is kiderül, hogy például amikor itt ment egy ilyen drámai párbeszéd a színpadon, mögötte valami statisztikákat olvastak fel. És ez azt jelenti, hogy az avantgárd színpad esetében a szintetikusok úgy használják, hogy megosztják mindent, amit lehet, de abból a célból, hogy megosztják a figyelmet. Ehhez képest a kultúrotthonokban tartott előadásoknál ugyanígy felsorolják ugyanezeket az eszközöket, amikor itt Palasovszki visszaemlékezéséről
van, hogy az egyetlen egy jól kifejezett mondani való mindenkiben tudatosítsa a nézők közül. Ennek megfelelően itt még konferenciákat is alkalmaztak, akik megmagyarázzák magukat a látó dolgokat, sőt az iskola diákjai közül, illetve az egyik tanár, az egyik a Kovács György orvoskörönyben, a másik pedig a Kálmár Kata, most szociokultusként ismerjük, neki a húga, a Kálmár Lároly Tritty néven emlegetik. Ők bennülnek a közönségbe, és kérdéseket tesznek fel, és a konferencia vagy a színpadról válaszolva ezeket a kérdéseket így tisztázzák, hogy a megfelelő módon átmenjen az a jelentés, amit szeretnének. És a másik, harmadik hívószó, a harmadik olyan nagyobb egységhez, ami itt megjelent, ez a rend volt én kifejezés, és ez a munkáskultúrához kapcsolódóan a tömeg, ugyanez, hogy a gondolkodásmódban, itt a rendezekben, a szövegekben megjelenik egyrészt a torna ünnepélyek kapcsán, de megjelenik itt, mint világrend. Ugyanígy a test erre alkalmazott kifejezéseknél is, például az ellenálló test, mert ugye az edzett, amikor ezt a ezeket a kifejezéseket használják, ezt egyaránt használják magára a testedzés a forma kapcsán az egyes emberek testére, de ugyanezeket a kifejezéseket használják, amikor az egész munkásosztályról beszélnek, és azokról a célokról, amiket meg kell nekik valósítani, és akkor edzett munkásosztályra van szükség. Akkor itt a rend kapcsán néhány képet így beválogattam, amik a kiállításon is ki voltak állítva. És a kiállító térben így jelent meg a rend. Ez már az egyik vitrén. Tehát, ami... Van egy kapcsolatállalat, de az nem látszik, azt mondom, akkor a végében mutatom a megoldást, mert az egy ilyen PDF, úgyhogy ezt valószínűleg most itt nem olvasta, így rá nem mutja meg. Itt tulajdonképpen, amikor társadalmi jelentésről beszélünk, akkor a polgárság és a mozdulatművészet esetében a fókuszban végig ott az egyén áll, a modern emancipált értelmiségi nő az ideál, vagy ennek a megteremtése. Ez egy szűk közeg számára adott lehetőséget csak a részvételre, és ennek megfelelően, hogy ők az egyéni oktatást, egyéni képességeket hangsúlyozzák mindig, csak egyes személyek mobilizációját tette lehetővé, illetve fontos az, hogy nem kapcsolódott közvetlenül a nők és feminista kezdeményezésekhez, annak ellenére, hogy a független értelmiségi nőképe az, amire folyamatosan hivatkoznak, és éppen ezért mondtam én azt, hogy itt egyéni identitásokat építenek. A munkáskort esetében pedig itt felmerült az, hogy tömegigényeket kell kielégíteni, hogy egész társadalmi osztály felemelkedésében gondolkodik, azaz a hivatkozásaiban mindig az egész munkásosztályról beszélnek, amikor testedzésről, tornáról, mozgásról van szó. Nagyon fontos, hogy egyrészt igyekeztek megteremteni a sporthoz szükséges infrastruktúrát, másrészt, hogy a meglévő infrastruktúrához kapcsolódnak, mert pont itt a mozdulatművészet kapcsán ez egy nagyon fontos pont, hogy ők nem próbálnak meg az akkori adott akár polgári tulajdonjogokhoz kapcsolódni, vagy az akkor már működő táncművészeti képzéshez, vagy testnevelés, induló testnevelési képzésekhez, és itt ezt azért mondom, vagy azért tartom fontosnak, mert hogy maga az, hogy ez az egész gondolati kör, vagy ez az egész gondolatművészet tovább éljen, ahhoz szükség lett volna egy gyakorlatilag valamiféle infrastruktúrára is, amiben ők egyáltalán nem gondolkodtak. Pontosabban ők ezektől a rendszerektől mindig nagyon karakteresen megpróbáltak elhatárolódni. És a munkásport esetében még nagyon fontos az, hogy ők egy ilyen közösségi identitást próbálnak építeni. Itt ez megjelenik a leírásokban is, hogy a
a közösségben feloldódó egyénről beszélnek folyamatosan, hogy a torna bemutatók meg a torna ünnepélyek kapcsán elhangzanak ilyen mondatok, hogy a szereplők a fontosak, maguk, akik ezeken az ünnepélyekben, meg ezeken az élőképekben részt vesznek, illetve hogy kifelé ezek a képek a munkás osztálynak az egységét és az elejét kívánják demonstrálni. A másik nagyon fontos dolog, hogy itt a jelentések kapcsán ezek, hogy gyorsan végigszaladok a képeken még, amik a Vitrinek válítottunk ki dokumentumokat, illetve egy-két olyan újságcikket, amit szerettünk volna, hogy mindenképpen így nagyobb hangsúlyt kapjanak. Itt például ez látszik a 365 című lapban, hogy az építészeti modelleknek egy gyakorlatilag jelentek meg tornafotó, és a cím az új művészet az új emberért. És aztán utána itt megjelenő szövegek azok például most ilyen kis híreknek minősülhetnének. Emellett különben egy rigert összeállítottunk, amit lehetett olvasni a kiállításon ezekből a cikkekből. Pont azért, hogy egy kicsit világosabbá váljon az, hogy a magyar iskola esetében is mennyire eltérnek a különböző csoportok közötti értelmezések, ugyanis a munkáskultúra terül is több fórum volt ekkor, több csoport, akik egymásnak részben riválisai voltak, részben pedig azonos célokért küzdenek, és azonos rétegeket akarnak elérni, és miután a magyar alizékkal, 100%-kal és a palasószékkal dolgoznak együtt, ennek az lesz a következménye, hogy a 100%-ban mindig nagyon jó kritikákat kapnak az ő előadásai, tevékenységeik, viszont a Kassák munka című lapjában ezzel szemben nagyon erős kritikával illeti, és felhántorgatnak ilyeneket nekik, hogy ugyan mit akarnak most ezek itt a munkás kultúrában, meg miért akarnak itt a Városi Színház MTE ünnepélyen megjelenni, miközben néhány hónappal korábban a Betlen Margit grófnő által írt mesejátékot adták elő. Ez az a másik vitrin volt, amiben pont ezeket a baloldali körökkel kapcsolatos nézeteltéréseket, szempontokat próbáltuk meg egy kicsit így bemutatni, és ezek egyrészt a Kassák köréhez, másrészt a 100% köréhez tartozó dokumentumok voltak a kiállításon. Ez még így előről maradt le az életreform mozgalomnak, ezek a képek, amiket így említettem, hogy ilyen privát fotókból próbáltuk meg azokat kiválasztani, amik ezeket az életmódot valamennyire bemutatják. Ez pedig már az egyik munkás előadások, és itt maga az, hogy ezek az illegális rendezvények valóban közösségi eseményeként működtek, és itt a háttérben különben látszik is egy nagy emberpiramis. Ez pedig különben az iskolának a Korszerű Szfix című előadása, amit nem mutattak be, csak főpróba volt, és ez annak a fotója. Ami érdekes, hogy itt szépen megjelenik, hogy a Munkástestedző Egyesület neve, ez az iskolának különben egy előadása, aminek a koreográfiája a Magyar Aliz készítette, és ez a darabnak a kezdete, amikor ők a modern világ rohanását és ritmusát vagy ütemét próbálják meg bemutatni, és akkor itt lehet látni, hogy sportmozdulatokat is ilyenőttől kezdve bicikliseken át, ez ilyen fejes ugrókozva mindenki így megjelenik, és elértünk a kiállításnak volt egy utolsó egysége, és ez pedig az volt, hogy megpróbáltunk portás művészeket bekapcsolni, azért, hogy tegyék részt, vagy nem tudom, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy
művészetet. Itt van egy szűzsé az előadásokban, a magyar népnál nagyon sokszor mind a munkás előadásokban, mind a polgári előadásokban megjelenik a társadalmi kötöttségek és konvenciók közé szorított egyén, aki próbálja ugye ezeket levetközni. És fontosnak tartottam, hogy akkor kortárs művészet területén kik azok, akik hasonló módon foglalkoznak ugyanezzel a témával, és a Katarina Svejcs és a Technika Svejcs volt az, akik ebben a munkában így részt vettek, és ez a munkájuk, ez egy videó munkafülönben, ami ehhez a kiállításhoz készült, illetve egy installáció tartozik hozzá, amit itt látszik, hogy próbáltuk leválasztani a történeti anyagról, nagyon kicsi terek vannak, és ezért ők kaptak egy ilyen fekete hátteret, ami nagyon karakteresen leválasztotta őket ebből itt ez a munkáskultúra termében jelentek meg. Ja, ami érdekes volt, vagy a kiválasztásnál még másik szempont volt, hogy legyen a tapasztalatoknak egy olyan közös mencete, ami alapján értelmezhető ez a kortárs művészeti tevékenység, illetve a magyaréknak most az előadásai. Itt ez a közös mencete egész volt, az a közösségi színház, amit ők helyek közelik csinálnak, az egyszerű többség volt a színháznak, ami csalogos kiállításnak talán, ahol ezt a közösségi színházat legelőször elindították, és utána ennek voltak folytatásai, így az Óbudai Gázgyár szabadtéri színpadát rendbe hozták, és ott is tartottak néhány előadást. Itt ez egy érdekes dolog volt, hogy még mellettük szólt pont ez a munkáskultúra felé tett lépéseknek az érdeklődésük, ők ugyanis az Óbudai Gázgyár kapcsán egy elég komoly kutatást elkezdtek, és ezt próbálták meg behozni ezekbe a gázgyári előadásaiba. És ugyanakkor, ami nagyon érdekes volt ebbe, hogy ők egy ilyen egyedi értelmezését adták ennek az egész színpadi dolognak. Itt már láttuk nagyon sokszor, hogy hát valóban itt előadásokról van szó. Itt ezek nem lesz színpadi előadások, ezek illegális előadások, így a kárba. Ez a Városi Színházban tervezett előadása a géprongolók voltak, és hogy ami nagyon érdekes volt számomra, hogy ő itt az ide készült, a kiállításra készült munkában a Technika Svejcs és a Katarina Svejcs azt csinálták, hogy a korábbi előadásainkon használt díszletelemeket, tárgyakat, eszközöket egy üres színpadon mutatták be, és ami számomra ebből érdekes volt, hogy az üres színpad elkezdett náluk a társadalmi tér metaforájaként működni, ahol gyakorlatilag modellezhetők a társadalmi jelenségek és folyamatok, és itt, amikor azt mondom, hogy modellezhetőek, itt visszautalok az ő korábbi munkáikra, amikor ők előadásokat csináltak, és rendszeresen olyan kérdések jelentek meg élőképszerűen náluk a színpadon, amik mindig a társadalom és az egyén konfliktusát dolgozták valamilyen szinten fel, és annak ellenére, hogy innen az előadásokból így eltűnik, vagy ebben a videóban eltűnnek ezek a történetek, de ezek az utalások így megmaradnak, és így gyakorlatilag a színpadi tér válik egy ilyen társadalmi mezővé. És akkor én a képanyaggal körbeértem, amit még így fontos lenne szerintem így elmondani, vagy amit így szeretnénk így hozzátenni ehhez az egészet, hogy ugye ez most részünkről is egy ilyen kísérlet volt, hogy mennyire lehet úgy gondolkodni egy kiállításról, hogy mi is jelentéseket teszünk hozzá, vannak eredeti jelentések is, és ezek egyáltalán megjeleníthetők-e a kiállítási térben, és hogy milyen módszereket lehet erre felhasználni. És ami számomra ebből így nagy segítséget jelentett, pont az, hogy mondjuk kortárs képzőművészekkel tudtunk együtt dolgozni, mert amikor én hívószavakat mondok, vagy amikor én azt mondom, hogy én szeretnék egy archívumot,
akkor ők ebbe elkezdtünk közösen gondolkodni, vagy el tudtunk kezdeni közösen gondolkodni ezekről a kérdésekről, hogy akkor mit akarunk megjeleníteni, mi az, ami a számomra fontos ebből, milyen anyagból tudunk ehhez hozzáválogatni képeket, illetve ehhez milyen járulékos vizuális kommunikációs eszközöket tudunk még felhasználni. Közben egy dolog van, amit nem mutattam, mert az egy PDF-re szerintem, és ez az. Ezért nem mutattam a végére, mert ez szerintem egy nagyon fontos eleme volt Patennek a munkának. Az, hogy itt gyakorlatilag egy ilyen társadalmi térről volt szó, amiben a testhez kapcsolódó jelentése a saját korában képződtek. Most bocsánat, csak azt nézem, hogy kevés olvasható, mi látható a képe. Készítettünk erről egy kapcsolatháló elemzést, ami megpróbálta azt bemutatni, hogy milyen szereplők és milyen társaságok vettek részt ebbe a jelentésképzésbe, és hogy ebben hol jelenik meg a magyar iskola. Itt ez egy adat, egy szoftverrel, egy adatbázist hoztam én létre, amihez kapcsolódott, ott egy ilyen vizuális adatellemző szolgáltatás, azt hiszem ezt egy ilyen netdrónak nevezik, amivel én le tudtam kérni például ilyeneket, hogy gráfellemzés, ami csoportok szerint elkezdte egymás mellé rendezni azokat a személyeket, illetve társaságokat, akik között egyébként több kapcsolati elemet adtunk meg, és akkor az itt létrehozott ábra az pont úgy nézett ki, mint amiket a HVG-re lehet nagyon sokszor látni, hogy ilyen kis piros pöttyök, meg kék háromszöge összekötve valamilyen rendszer alapján, és akkor ezt az ábrát kapta meg aztán tőlük a Katalin Vaserics, és készítette el ennek a kiállításra egy úgymond ilyen dizájnolt változatát. Itt az ábrán azt érdemes figyelni, vagy az volt a módszer, hogy vannak személyek, akik közvetlenül kapcsolódnak így az iskolához, és azok más társadalmi köröket hez is kapcsolódnak, és hogy ebből ki lehet rajzolni az a kör, a munkáskultúrát alakító aktorok, személyek, csoportok jelennek be. Itt van gyakorlatilag egy olyan kör, ami egy metszet abban az értelemben, hogy ez az avantgárd képzőművészeti terv, itt a Bauhaus. Itt középen akkor a magyar iskola szerepe, és akkor itt a Heves Iván, ráadásul, hogy ez igen unalmas? Vagy mondjam csak a nagyokat? Mondom, aki csak a csoportokat is képzel. Gyakorlatilag itt akkor a Csányi László keresztül a Munkástestedző Egyesület, aki szerepel. Itt a Bortnyik Sándoron és a Szelényi Ivánnak, Istvánnak keresztül az Újföld. Aztán bejött itt a Molnár Farkas, Tisza Jandor vonalon a 100%. Tamással lehet különben a Palasovszkit is be kellett volna ide kötni, hogyha minden tökéletesen akarok csinálni, illetve van egy kifutása a dolognak, szintén így a Bortnikó Hojnagy a Bauhaus felé. Itt van egy ilyen másik rész, itt a Kassák körei, mert itt a ma a dokumentum munkakört igénybe vettük. Itt a munkakör és a végül is a magyarék között az azonosságok ellenére nagyon sok a művész szerepével kapcsolatos hozzáállásuk, azok eltérőek voltak, és ebből is nagyon sok vita származott így közöttük. Ez itt a Nagybányai művésztelep, és akkor itt vannak különben meg a alapvetően a polgársághoz kötődő szervezetek, amiből itt így kiemelném, itt persze itt megjelenik a Nyugat, vagy a Vasárnapi kör, a 8-asztán, ami nagyon fontos, hogy ők a Társadalomtudományi Társasággal gyakorlatilag egy nagyon szoros kapcsolatban voltak, ugyanis nem Szabó Ervin, aki mondjuk a Magyar Aliznak volt így a legjobb barátja, legalábbis végül is
folyamatosan így együtt voltak, a férjnek még öngyilkos kísérletei voltak ebből kifolyólag, de Aliza aszexuális volt DNS Valéria szerint, ami szintén különben elhangzik a kiállításnak a hangzó anyagában. Szóval, hogy ő például akkor az Adi Endre, Manhely, akik így a társadalomtudományi társasághoz kapcsolódnak, akkor a Jászi Oszkár, Sondó Boldó, Ván Bédi Üszte, és ami nagyon fontos, hogy a Magyar Aliz év tananyagaiban rendszeres hivatkozások történnek a 20. században megjelent cikkekre, gyakorlatilag a Herbert Spencer-en át Dürkheim-i, akik ott megjelentek, azok megjelennek az iskola tananyagában is, mint a társadalomtudományok, nem is a tanulságok, nem a filozófiai, ők még filozófusoknak nevezik őket, hogy a filozófiai tanulságok itt a mozdulatművészet kapcsán, hogy fontosak akarok menni. És akkor ezt gondoltam, hogy itt így a végére lemutatni. Nagyon ebben a kiállításban, hogy ez egy ténylegesen kicsi tér, tehát kevés terem, kis tér, és hát látom, hogy egy elég szerintem is dolgozható, amire egy pillanatban magam beszélnek egyet, de meg kell említeni, hogy egy nagyon szűkös költségben is állt a működött. Viszont nagyon átgondolt, és egy olyan aprólékosan kitalált és kigondolt kiállításról beszéltünk. Tehát elképesztő szellemi munka mögött, és nagyon átgondolt, amit emeltél el, meg a kiállításba, de éppen ez volt a dolog, amit a dolog tetszett. Nos, a szokások szerint akkor a kérdések és a kommentárokat akkor... És hogy ebben a tekintetben például a korlátok azok, akik nekünk dolgoztak, ugyanis sokkal jobban meg kell gondolni azt, hogy mi az, amit így berakunk, vagy lehozunk a kiállításba, így, hogy például csak két kis terem állt rendelkezésünknek, így az én válogatásom nem válhatott partalanná, és éppen emiatt sokkal koncentráltabbá vált végül is a kiállított anyag, mint hogyha akár még 20 termet ennek tudtunk volna szentelni. És maga gondolod, az hogy sejlett föl, hogy hogyan alakult ki, hogy ezt csinálod? Én régebben a Magyar Alizról tartottam egy ismeretterjesztő előadást, de itt elsősorban így ez a nő mint cselekvő, így megjelenik az egész testnevelési történetben volt annak az előadásnak a témája, és aztán itt a Kassák Múzeumban nagyon érdekes volt az, hogy a Munka című lapban rengeteg cikk volt az ő előadásaikról, az olyan előadásokról, vagy rendezvényekről, ahol ők így felléptek, és hogy ezekből a cikkekből viszont egy ilyen teljesen másképp bontakozott ki, mint amit az iskola kapcsán mondjuk így már így feldolgoztam, hogy amit az irodalomban így lehetett látni, és akkor itt kezdtem el utána menni ennek a munkás kultúrához köthető szálnak, amiről aztán így kiderült, hogy teljesen közvetlen kapcsolatról van szó, nem áttételes kapcsolatokról, hogy ők konkrétan együtt dolgoztak a munkástestedzőkkel, hogy az iskolának a tanítványa volt a Csányi László, aki vasmunkás volt eredetileg, és aztán a magyar előadásokon is részt vett az MTE koreográfiákat, meg ezeknek a Vakforna ünnepélyeknek a koreográfiáját készítette Magyar Aliza, és aztán utána az operaháztól táncosa lesz, ahol megtudják neki a munkásokkal való együtt dolgozás. És egyébként ebben a munkástól, vagy a területekben itt a egyik az volt, hogy a viszonylag idős voltak, hogy meg kell felmutatnak ezeneket sportolni, és viszonylag egyszerű gyakorlatokat kell. Igen. Tehát ugye is nincs tudjuk az a többi évig, az akár négyszeres mondjuk testfejlesztés, ami egy polgári körben egyes. Igen, mondjuk annyi, hogy itt a mozdulatművészetnél is mindig ezt hangsúlyozzák, hogy nem kellene hozzá különleges képességek és különleges mennyiség vagy nagy mennyiség időt eltölteni, mert hogy ez elvileg mindenki számára tudva kell, hogy járjon. És egyébként nyilván ezek állóképek, tehát ezek elég statikusnak tűnnek ezek a beállított hullák. A fölmászkodtunk, hogy nyilván kell egy előadék, mint egy technika, amit felújít valaki. De a trendőrzés sem, mint ott áll egy hullába, aztán mindenki csodálja, hogy hullá. Biztos, hogy valami erőre, hogy egy másra épülés, meg közösség, ezt ide lehet mondani. De van egy nagyon statikus
Igen, de miért mint egy hibás, hogy 20-as egy lomagás? Hát itt tehetnek erről a fotók is, meg a korabeli fotótechnika. Mert amiket itt láttunk fotókat, az nagy része már beállított képpontban az értelemben, hogy a próbákon készülnek, és vannak interjúk, amik ezt nehezményezik is, hogy perceki mozdulatban kellett állni azért, hogy ezek a fotók elkészülhessenek. Ugyanakkor mondjuk a munkástorna ünnepélyeken pedig egy műfaj volt az, hogy ilyen élőképszerűen beállnak. Mi lehet ennek a szerelmi gyökere ennek a vírusieknek, amely ilyen hosszal, hogy hát, amikre ők nem hivatkoznak, de amiből Magyarországra így átkerülnek ezek a faj, például az emberpiramis, meg a gula, az a német nemzeteszményhez. Ezt akárnak azért van gondolkodásról? Tessék. Ennek a fejtőnek ezt De az egy nagyon érdekes kérdés, gyakorlatilag a menzendi féle tornarendszert a magyar analiz Berlinben és Norvégiában sajátítja el, ami ehhez a körperkultúr mozgalomhoz kapcsolódik. Ugyanakkor ez egy érdekes dolog, hogy most pont így olvastam ilyen szakirodalmakat erről, hogy ez a mesztelenséghez kapcsolódóan a német nyelvterületen rengeteg mindenféle ilyen, nem tudom, a nudista úttól kezdve különböző ilyen kicsi tornakörök voltak, és pont ezt mondják, hogy ezek viszont nem álltak össze egyetlen egy rendszerre, hanem ez egy ilyen nagyon tagolt kis szeletet alkotott, és a magyar analíz, ennek egy szelete az, amit ő megtanult és hazahozott Magyarországra, amit ő aztán utána tovább alakított. De ez az iskolának ez a mozdulatművészeti, vagy az életreformhoz kapcsolódó vonalát alkotja, de mondjuk ez a német nemzeteszménye bekerülő ilyen hullák, amiket különben Magyarországon először a polgári tornaegyleteknek a nagy bemutatóin használnak, azok, amik mintáló szolgálhattak a munkástorna ünnepélyeknél, viszont ott ez annyiban érdekes, hogy folyamatosan mondjuk ők ezekben az ilyen programszövegekben a polgársággal szemben határozzák meg magukat. Ja, ami még így érdekes, hogy ők dolgoznak, szóval hogy az azért egy ilyen nem egyedülálló eset, hogy táncosok vagy mozdulatművészek bekapcsolódnak ezekbe az ilyen munkásrendezvények koreográfiájába, vagy ezeknek a megalkotásába. És itt például közvetlen minta volt a bécsi munkásifjúsági felvonulás, amit a lábán rendezte ott a mesterségek felvonulását. Ez egy több ezer főt megkoreografáló esemény volt. És erről a magyarországi lapok tudósítottak, és ez egy érdekes dolog volt, hogy a munkában meg a 100%-ban is megjelent azt, hogy ezt a koreográfiát a lábáról csinálta. Egy ilyen külföldi hatás, vagy egy külföldi gyakorlatás, vagy egy iskolában? Hogy külföldi gyakorlatás, vagy egy iskolában? Így közvetlenül nem. Nem, és itt Magyarországon is azért egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy az Aliz elég korán 1935-ben meghal, és a mozdulatművészetet meg a hasonló kezdeményezéseket azokat igazán betétnek, de ott mivel a szereplők tovább éltek, a Dienes Valéria 90, több mint 90 évig él, ők így tovább tudják vinni ezt a hagyományt és ezt a szellemiséget, és a megfelelő helyen időben ez aztán utána így előbukkan, illetve ezt a hagyatékot ők saját maguk gondolták. Még ebben az esetben ez így teljesen elmaradt, mert aki még itt számíthatott volna, Magyar József a férj, ugye, aki viszont a halála után egy évvel végül is így elmegy a Szovjetunióba, és ott eltűnik. Valószínűleg egy ilyen koncepciós feláldozat alatt is nem tudnék róla tőle. A kérdésem lenne, az egyik lehet, hogy nem tudom felidézni magamra, szóval hogy a Kassák kapcsán és Kassák heti kérdezem, tehát ott is valami ilyesmi mozgalomban volt benne, ha jól emlékszem, tehát hogy van-e bármi összefüggés vagy akár ellentét, a másik, hogy filmanyag egyáltalán nincs? Egyetlen egy film készült
de az nincsen meg. Pont ez, amiért még mondom, ez a Betlen Margit grófnős táncjáték, ami egy ilyen nagy produkció lett volna, amit a film csinálta, és ezek grófokban vannak meg. Filmek azok későbbiek vannak, és ezért a magyar iskolákban nincsenek. Az Etire meg Etire visszatérve, ott végül is az Eti Bécsben tanulja ezt az egész ilyen táncot, egy kicsit később. Ugyanakkor ez egy nagyon pici kör volt, úgyhogy a szereplők így ismerik egymást, mert a magyar iskolához kötődően erről az egész Menzendi vonalról például a munkában jelenik meg cikk, meg ott rengeteg modern táncolódásról jelenik meg cikk, amit ismerni kellett. Másrészt pedig a magyar iskolának volt a tanítványa a Kármán Kata, és például ő csinált egy fotósorozatot az Etiről, ahogy ilyen tánc mozdulatokat mutat be. Most azt hiszem, nyilván tartva, hogy mozgástanulmányok, ez Kecskeméten van a fotográfiai múzeumban, de hogy végül is a képek eredeti van. Tessék, magyarázatot tettem. Kérdésem lenne, hogy megjelent idén a Szervez kiadónál ez a Magyarizt könyv és a könyvnek és a kiállításoknak kapcsolata a Magyarizmáshoz. Illetve egy személyes megjegyzés, hogy nekem a nagymamám az a gazdaságtár most a testőre volt, és arra kényszerült a 20-as évek végén, hogy eljön menjen ezekre a performanszokra. És még késő estére se rettenettel emlegettem, hogy a gazdaságtárdos a zongorázott, a parasztott ki a punaluk átmondott. A kacérgyő, a dadaista versenyed, az a teretetelsz előjött azt, hogy az Aliszka, meg az Ilonka, meg a Rózsi, és azt, hogy a fürdő ruhába betremtek a fürdőt. Ez a dolog volt, ez nem ment be. Tehát ez egy érdekes, mert a fetrengeni szóra emlékszem. Tehát ez nem volt egy bejárat, hanem ott mozogták. Igen. Visszatért, hogy a könyv az mit közel van? Hát a könyvet, amikor elkezdték szerkeszteni, az mégis szerintem, ha én jól emlékszem, az így korábban, amikor mi a kiállításon elkezdtünk dolgozni, és ott a kapcsolatot a Lepiszki Tamás volt így az örökös. De itt egy ilyen közvetlen együtt dolgozás nincs a kettő között. Mi is csinálok hozzá egy katalógust, az most van Nyugdában már, ehhez a kiállításhoz, de ahhoz, ha azt a szemelbelisztes könyvet megnézzük, annyiban nagyon más, hogy itt nálunk most két szöveg fog megjelenni, és az egyik az pont a Borgos Anna szövege, ami ezt az egész ilyen a polgár és a nőmozgalmakhoz kapcsolódó an ellenzi magyar alizét tevékenységét, a másik pedig a Konok Péternek egy tanulmánya, ami pedig a baloldali mozgalmakat dolgozza fel, és hogy ebben hol és mit csinálnak az alizét. És ezzel szemben a Semmelweis-es könyv pedig a gyógytornász tevék, vagy ez most nem pontos így, mert ugye a tornagyakorlatokra helyezi a hangsúlyt, csak ott az volt a fő szempont, hogy ezek a gyakorlatok azok, amik a mai gyógytorna alapját képezik, vagy ez így integráltak. Kalusra. Ja, de különben meg ilyen nagyon erre így visszatérve, hogy a személyes beszámolók között rengeteg ilyen van, hogy így értékelik az eseményeket. És ezt ehhez akartak kapcsolni, nincs film, hogy ez egy nagyon érdekes feszültség, hogy hihetetlenül izgalmas az interjúk, meg az a lapozó, tehát az ott olvasható cikkek. Hát az, amit mondtál, hogy teljesen különböző személyek, akikről nem mindig lehet tudni, hogy kicsodák, szólalnak meg, és ilyen hihetetlen lelkesedéssel, meg dinamizmussal írják le ezeket az előadásokat, hogy mi minden történik, és mennyire látványos, és mennyire felajzó ez az egész, és ehhez képest a falon ugye fotóanyag van, ahol rendkívül statikus minden. Tehát ugye olyan tulajdonképpen bennem az felismerült, hogy talán ezzel is lehetett volna még egy kicsit játszani, nyilván itt a tér meg a koncepció az más, de hogy nagyon-nagyon, ez egy nagyon erősen polarizált valami. És a másik, hogy mennyire
inkább egy kérdés, hogy mennyire érzékeltétek azt, hogy a látogatók, vagy egyáltalán a kérdésnek a fogadtatásában, hogy érzék nem, hogy ezek leletek, ezek a fotók. Tehát még ezek nem közkézen forgó, meg a ritka, tehát hogy ez mennyire jött vissza ez a fogadtatásban. Tehát ugye ez egyfajta kutatás, vagy egy olyan része ennek a történetnek, ami ritkán látható. Hát akkor sorban az első megjegyzésre reagálva, hogy ott annyit próbáltuk meg ezzel az egészen így kezdeni, hogy így behoznak mi, hogy amikor például ott az archívumért is összeválogattuk, illetve ott a munkástornáról is összeválogattuk ezeket a képeket, akkor próbáltuk úgy gondolkodni, mint amikor ilyen filmkockák vannak. Júlival nagyon sokat csapoztunk például ezen, hogy jönnek sorba itt az archívum képek, mert hogyha elmegyünk mellette, akkor ugyebár a képes statikusok mi mozgunk, de van benne egyfajta dinamika ilyen módon. A másik meg, hogy a közönség, vagy nem tudom, a visszajelzések alapján, hogy ezt szerintem elég sokan érzékelték, mert én nagyon örültem neki, de tényleg volt olyan, hogy így a bíró Enni, aki szerepel a képeken, bejött aztán utána ide kiállítás ideje alatt az ő unokája, és hozott egy-két dolgot megmutatni, ami nekik nem maradt a családba, és ez is érdekes volt, hogy azok, akik ebben akkor így részt vettek, valahogy erről a történetről így hallgattak, vagy így nem kezdett vele senki semmit, ugyanis ennek nem volt mondjuk egy olyan jelenléte most itt az elmúlt időszakban, hogy így ő tudta akkor nehez így kapcsolódni. És ebből a szempontból nagyon érdekesek különben az interjúk és a minden, mert ott is általában valami más téma kapcsán készül az interjú. Ez nagyon érdekes volt, hogy van interjú Magyar Vivivel, az Aliznak a lányával, aki szintén mozdul az iskolában végezés, aztán utána Kassán nyit is egy iskolát, ami működik így 45 év, de hogy a kérdések azok a család Anival való kapcsolatára irányulnak végig, és akkor amikor úgymond az interjú alany így elkalandozik, akkor jöttek ebből ezek a történetek. És akkor ez mindig így érdekes, hogy az interjúk nagyon jók abból a szempontból, hogy mit akarnak megtudni, ezért mindig nagyon szépen vissza is terelik az interjú alanyt abba az irányba, és akkor így végül is így ki kellett szemelgetni ezeket, de iszonyú értékes anyagok pont emiatt, hogy nagyon sok minden más megjelenik, mint amit eredetileg szándéka volt az interjú készítőknek. Csak egy gyors reflexió arra, amit a Zsuzsa mondott, tehát hogy ez a mozdulatlanság és hogy tulajdonképpen az elmozdulásról szól ez az egész dolog. Ez az első nézéskor így egy ilyen kérdés volt. Én bevallom őszintén azt is hittem, amikor a képernyőt láttam még a megnyitón, hogy azonban biztos lesznek ilyen valami, akkor rájöttem, hogy nincs meg, aztán kérdezte a kérdésséget, hogy nincs ilyen forrás. És második nézéskor jön az emberben ki, hogy itt van így, tulajdonképpen a kurátor szerintem rá hagyatkoznia kell az emberi tapasztalatokra. Tehát, hogy szerintem ezekben a mozdulatokban való beleállás, aki már egyetlen egyszer próbált megállni például a fél lábon, az pontosan tudja, hogy hihetetlen dinamizmus. Tehát, hogy ez egy olyan erőfeszítés, ez egy olyan erős fizikai, nem is tudom, odatétel, hogy ezeknek a képeknek a dinamizmus szerintem ezen keresztül hihetetlenül lejön. Nekem a legerősebb az a gyerekek páros portré, akkor állni. Ja, igen. Szóval azt így, tehát most lehet csinálni egy ilyen gyakorlatot, hogy ezt így hányan tudnak megcsinálni. Tehát, hogy az egy elképesztő ilyen fizik. Tehát szerintem ez az a rész, ahol muszáj elkülnünk azt, hogy a látogatóknak kell legyen tapasztalata, vagy belemernek gondolni abba, hogy milyen eszméletlen fizikai próba vagy erő ez a dolog. Az, hogy az erőfeszítés ilyen nagy gyakorlatot, és senki nem tudja. Tehát a dinamizmusát mondja a dolognak, tehát hogy ez egy nagyon dinamikus, tehát állni dinamikus, állni nem statikus, hanem állni dinamikus. Ez ilyen magyarul. És kicsit ilyen magyarul, szóval én akarom túlmagyarulni ezt a dolgot, csak a... Hogy az állás, ugye, hogy az állás, hogy igaz, hogy az állás jelenik, de nyilván a futás az dinamikusabb, mint az állás, vagy akkor a futás is oda. Nem, összehasonlításban mondom, hanem hogy magukat ezeket a képeknek számomra kevésbé a statikussága, mint ha egy picit belegondolok és saját
magam látos, mint a dinamikussága és abszolút megvan, tehát összesen csak ennyi. De nem is ezt akartam mondani, engem igazából az érdekelne, hogy az, mint ilyen kurátori tapasztalat, hogy szóval, hogy összerak az ember egy kutatást, ami látszólag egy pici téma, mert hogy tulajdonképpen egy nagyon kis szeret, ez így mondjuk így a magyar ilyen mozgásmozgalom, tehát a mozgáskultúra történetében, akár mint egy ilyen személyhez kapcsolódó, akár időszakban, nyilván egy nagyon komplex számúval, egy hihetetlen komplex jelentés struktúrával, egy nagyon összetett társadalmi dimenzióval, egy nagyon összetett művészeti környezettel, nyilván a kultúrpolitikáról sem feledkezhetünk el, nyilván az embereknek a személyes tapasztalata. Szóval hogy ez egy ilyen soha véget nem érő kontextus. Ebből megpróbálsz összerántani egy szerintem jól kiválasztott három nagyon fontos fogalom köré egy koncepciót, és megpróbálod befogadni így térbe. És a te interpretációd alapján szerintem abszolút érezhető és érzékelhető ennek a végtelenül bonyolult és nagyon izgalmas térnek ez a beszívó hatása. De hogy például a látogat, tehát hogy van-e visszajelzésed, akár a kritikák alapján, kettőről tudok, illetve ugye még a megnyitó szövege a Sziszónak, ami nyilván egy kicsit azért hangulatába fölvezette ezt a dolgot. Tehát akár a kritikák alapján, akár a látogatói visszajelzéseid alapján, akár azokon a programokon, ahol ugye nyilván folyamatosan jelen voltál és interpretáltad ezt a dolgot, hogy ez átmegye, hogy elültetted-e ezt a gondolkodásmódot az emberek fejében, és hogy mondjuk így ezt tudtad választanád, de vagy vannak-e olyan dolgok, amit még az a tapasztalatod, hogy így másként csinálnád, vagy hogy tehát tulajdonképpen vannak-e olyan tapasztalatod, aminél azt gondolod, hogy a következő akciót, azt másként csinálnád, vagy még ebből bennél vissza, vagy tehát ezek a tapasztalatok. Ami így érdekes volt, hogy a visszajelzések, ez egy ilyen személyes, meg akkor nem tudom, amit megjelentek az alapján, az volt érdekes, hogy akiknek ez a kiállítás nagyon működött, azok ettől egyik valamiféle társadalomtudományi közegből jönnek, vagy pedig valamiféle ilyen érdeklődés azért volt bennük. Szóval vagy történészek, antropológusok, szociológusok, ők hihetetlen gyorsan levették szerintem azt, megértették, hogy így miről van szó, és inkább ott volt a probléma, amikor így a várakozásod nem teljesítette be pont ezt, amit az elején mondtam, hogy akik mondjuk a Magyar Alizzal foglalkoztak és tudtak róla már valamit, az egy része az mondjuk ez a tánc történeti vonal volt. És akik mondjuk így jöttek el, azok meg jelmezterveket kerestek. Viszont a kiállítás mondjuk ezt nem vállalta fel, mert hogy nem is ez volt a témája, és mert így próbáltuk világossá tenni, vagy legalábbis a kiállítás címadásában ezt így hangsúlyozni, de mondjuk most azt gondolom, hogy lehet, hogy még mondjuk az elejére tennem volna egy ilyen programszövegszerű valamit, amit egy kicsit határozottabban ezt így kiemeli, mert ami nekem például nehézség volt itt a szövegek kapcsán, hogy úgymond a látogatót partnerként kezelni. Abban a tekintetben, hogy én sokkal inkább attól kértem, hogy didaktikus a kiállítás, ha mindent elmagyarázok, és akkor ezzel tulajdonképpen én a látogatót lebecsülöm, és unalmassá válik a dolog, mint hogy így mindent így elmagyarázzak. És néhol én éreztem ennek a magyarázatnak tulajdonképpen a hiányát, és ugyanígy, hogy megjelentek még szövegek a képaláírásba, azt például most már nem csinálnám, mert nem tudom, kisebb a mérete, nem kap olyan hangsúlyt így vizuálisan, és azért az nagyon sok mindenki van, nem bogárázta végig, vagy elhívta a figyelmét, és ezért nem minden ilyen jelentés szint ment át. De alapvetően különben így pozitív visszajelzések érkeztek, és érdekes volt az, hogy tartottam több tárlatvezetést, ott meg a Borgosanna is tartott tárlatvezetést, és hogy ott milyen reakciók érkeztek. Voltak külön a Nation tárlatvezetése, hogy ilyen aktivisták, hogy akkor mondjuk ennek milyen tapasztalatai lehetnek a mai aktivistáknak, és ők például pont így mi csoport jelentkeztek be, hogy akkor ők szeretnének egy ilyen tárlatvezetést. Akkor nagyon érdekes volt az, amikor például táncosok jöttek,
eljött az Angelus Iván a tanítványaival, ő a Budapest Táncfőiskolán tanít, és akkor például nekem is nagyon izgalmas volt, hogy kértek tőlemek tárlatvezetést, majd utána ő adott szempontokat a kiállítás megnézéshez a diákoknak, majd lementek az udvarra és elkezdtek feladatokat kapni. És különben pont ez a mozgásos része ebből a szempontból, meg ez a dinamika érdekes volt, amikor csinálták a gyakorlatot, lementek meghallgatni, hogy mi zajlik, és akkor ők azt mondják, és ezzel érvelkérdezik az Angelus Iván, hogy mozgassák be, csak össze kell tönni a képeket, és akkor már megvan a mozdulatsor, vagy már megvan a koreográfia. Válaszoltam, hogy... Engem nyilván így ilyen... Tehát ugye én az a típusú olyan zolós film, szerintem kevesebb dolgozom térben, de szeretek térben dolgozni, de valahol mindig az az érzésem, hogy ilyen túl sok dolgot akarok beletenni egy kicsi, hát hogy is mondjam, ilyen térszeletre, és hogy ezeknek nagyon jelentős része nem megy át, viszont valamire az az ambíció, hogy átjárjon. És mindig keresem azokat a lehetőségeket, és most mostanában mondjuk úgy azt mondom, hogy a kurátori szövegnek tehát én már nem mondom a kritikusokról, és hogy a kurátori szövegnek, mint műfajnak szerepét látom ilyen fontosnak, tehát tulajdonképpen az, hogy mi magunk elgondolkodjunk azokról a dolgokról nyilvánosan, tehát nem csak mindig otthon, hanem nyilvánosan, mert ez egy hihetetlenül erős, hát nem is mondom, ilyen kritikai teret tud létrehozni, és hogyha szóval ezt a kritika nem hozza létre, akkor hozzuk létre mi a nyilván ne egy ilyen ötlinikus formában, hanem tényleg ilyen kritikus formában. És én azért jutott eszembe, hogy én is dolgoztam a Katalinával, akivel én nagyon szeretek dolgozni, és nekem nagyon bejön ez a hihetetlenül lecsupaszított világ, de hogy azért azt is látom, és a mi munkánk a hoztalata, és ez volt, hogy Dunai Városban dolgoztunk együtt, hogy ez nem mindig elég. Tehát, hogy mi médium nagyon szikár, és hogy sok, tehát ahhoz a rengeteg, ahhoz a burjánzó dologhoz, ami a mögötte van, egy picit néha leköti ezt a dolgot. És hogy lehet, hogy akkor más műfajok bevonásával. Én azért el is kezdődve ezt a kurátori szöveget alkotni, de készülök azon, hogy most kapták. De ez egy rendes elemzés? Most elmondtál, hogy nem, vagy egy bevezetés van magának a koncepcióról különben, meg külön van egy rész erről, hogy a Katalináig úgy kapcsolódnak be, vagy a portás művészeket én miért válogattam, de szerintem ez volt még, amit sokan nem értettek, de én nem abból gondolom, hogy ezt nem értették, hogy bárki ezt szóvá tette volna, hanem hogy a kritikák megfeledkeztek arról, hogy itt volt portás művészet. Bár mondjuk nem általánosítani, mert volt viszont olyan kritika, ami annak különben nagyon örültem a portás online-on, ami a Katalinái munkájából kint, mint portás művészeti munkából kiindulva kezdte el elemezni az többi kiállított térben lévő dolgot. De hát ezen a kurátori szövegezésen, vagy mint műfajon, vagy ebből a szempontból tanulságos volt a kiállítás, hogy hol kell egyáltalán, hogy ez így megjelenjen. Hogy például az, hogyha túl, mert szerintem például most itt egy túl bonyolult kurátori szöveg volt az, amit kiküldtünk a meghívóval együtt, mert bocsánat, egy kurátori szöveget nem azt jelentettem, ja. Amit kiraksz, és ott van egy ilyen... Én most így minden az egész szövegrezőt... Hanem mondjuk én ezt mondanám kurátori szövegnek, amit most itt elmondtál. Tehát, hogy az a fajta ilyen elemző és kritikai diskurzus, amiben felfedezik azokat a szálakat, amelyek nyilván nem csak a kiállításhoz, hanem alapvetően a kutatáshoz és a gondolkodáshoz, és a társadalomtudományi mezőhöz kötjük ezt. Hát akkor ezek... És úgy tart gondolnám, hogy ezt pedig emeljük a kérdés térbe? Nem. Tehát ezek megjelennek, mert hogy ezek például a távatvezetéseknél mindig előkerültek a felvezetésbe. De ott már nem jött elő magába a kiállító térbe, és én inkább ezt érzem problémának ilyenkor, hogy amit megjelentek mondjuk például egy összefoglaló szöveg, ugyanezt, hogy túl sok mindent akartam belelakni, túl sok réteggel volt, és szerintem vagy nem olvasták végig, vagy mondjuk nem maradt meg annyira, hogy utána ezt az értelmezést már így befolyásolja. De aki mondjuk eljött állatvezetésre, az gyakorlatilag mindig így ezzel kezdődött, mondjuk még
a borgosannak állatvezetés előtt én mondtam pont ezekből egy ilyen bevezetőt. Nem, tehát azt szerintem bonyolult akarnál, hogy egy ilyen térben olvasom. Nyilván, nem csak azért, hogy kérdés, persze, nyilván. Nem, nyilván. Tehát az egy, azt én abszolút nem ugyanúgy, mint a kritikát. Persze, és kiszolom egy kérdésünk, hogy az a, hogy mondani valami, hogy egy rész az elcsapítja, hogy a valakinek a saját munkájával kapcsolatban, a saját kiállítási koncepciával, a saját rendezésével kapcsolatban, és éppen ezáltal válik az egyetlen a kiállítás. És ezt el tudjuk mondani vezetésen, esetleg el tudjuk tenni a tudókban, de az sem biztos, ezt tudja tudni, hogy hol igen, a kiállítás van, ez világos legyen. Mondani, hogy nem tudsz olyan jelképekkel dolgozni, amely ugyanazt a szociális fölkével kell tenni, különféle műveltségű, hátterű, építetású embereivel, amely állami is kicsit fáradtam erre, amit az ember most a kicsit elővezi, tehát hogy és ott áll, meg ízen, meg süt alatt, meg fülem, az bármi van, és ekkor ezeket a jelképeket hogyan fogja tudni úgy gyakorolni, hogy tulajdonképpen arra, hogy ott vagyunk ki, amit egyébként alapotos én tudjak, hogyha modellatnának kell, és kurátorának a tévedezés, akkor az érdekes asszociáció, és egy simán meg érteni. De ez egy állami problémánk, szerintem összecsük ezt a kérdés, és ez egy fontos. Olyan kvárnyi összetett a témát, ezért ez egy nagyon összetett témát. És te magad is egy ilyen összetett perspektív, tehát egy nagyon komplex módon néztél rá, mert hogy nyilván ez lehet szigárabban is, de mondjuk ez nyilván a témában is a dolgot, hogy ez mondjuk ilyen. Én még... Csak itt ehhez egy mondatot, és aztán hogy mondjak még egy mondatot. Én azt gondolom, az esetek döntő többségét, a látogatók döntő többségétől reménytelen elvárni azt, hogy azt a komplexitást, amit a kiállítás rendezője, vagy rendezői, vagy kurátorai, hogy mondjam, beleraktak mindabba, ami ott megjelenik, ezt a komplexitást igazából szinte lehetetlen a maga teljességében felfogni, még vezetéssel együtt is. Ez hogy mondjam, nem értékítélet, ez egy szerintem ténymegállapítás. Ahogy egy film nem biztos, hogy azt mondja a nézőnek, amit a rendező akar mondani, ahogy egy könyv nem biztos, hogy azt mondja az olvasó, és így tovább. Ez, tehát, hogy mondjam, ilyen ambícióban, természetesen annak kell legyen az ambíció, hogy teljes komplexitásában megértse, de legyünk tisztában vele, hogy ez igen ritkán fordul elő. A másik egy, nem biztos, hogy fontosan ideérő dolog, de visszautalnék a komplexitásra, és ugyanakkor ennek az egész mozgalom félének az ismeretlenségére. Annyira, mondjuk így, határterületen mozgott ez az egész, és ugyanakkor annyira nem kellett se az egyik oldalra, se a másiknak, se a harmadiknak, tehát akkor mondjuk az éppen aktuális művelődés, vagy művészetpolitika, művelődéspolitika, talán némi kivétellel gyakorlatilag nem lett róla tudomást. Aztán a társadalmi rendszer változásával megint kilógott volna az egészből, tehát egyszerűen igen, elfelejtettük. Nem most felejtettük az utóbbi 20 évben, hanem az elmúlt 60 évben. És hát nincsenek ezzel egyetlen. Nagyon sok minden a 20-as, 30-as évekből úgy hullott ki, vagy akár még a 40-es évekből is, a társadalmi emlékezetből, hogy lassanként már elég lehet visszacsorolni. De meg itt például az, hogy itt van ez a munkáskultúrához kötődő szál, ami nagyon fontos volt így a dokumentumok visszatérve a iskola történetében. Ott például, ha csak ennek a történetét megnézzük, hogy a magyar iskola kapcsán mikor, melyik korban elmúlt, hogy beszélnek, akkor az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy így a saját korában, ez mondjuk úgy, hogy azért valamilyen szinten így a diskurzus része volt, mert minden típusú lapba azért az iskola valahogy megjelenik. Nem tudom, így a magyar írástól kezdve, a nyugaton át, ezekben a munkáslapokban, amiket így említettem, majd aztán 45, hát végül is így ezt az egész mozdulatművészetet így betétek, a magyarizált tevékenységét, összes fellépését érinti a 33-as rendelet a szavalókórusok betiltásáról, úgyhogy ezt követően volt tulajdonképpen az időszak, amikor így a rendszerváltásig, amikor így mozgalom történetként, vagy a munkáskultúrák történeteként esetleg tárgyalták, vagy feltettek így a szavaló kórusokhoz kapcsolódóan itt a magyarizált kórusa, viszont ezek a szövegek érdekes módon meg pont ezt a polgári vonalat hagyják ki teljes mértékig, és a szereplőknek a nem egyértelmű viszonyát is kihagyják ezen az egész munkásmozgalomhoz, ugyanis nem voltak olyan értelemben, és tudom, azért a 20-as évek második fel az, amikor egy Magyar József egyáltalán a Magyar Kommunista Párttal valamilyen kapcsolatban
kerül, de hogy ezen volt mondjuk a fő hangsúly innen éri, majd utána a rendszerváltás után elkezdődik az az időszak, amikor a mostani kortárs tánc kezd el a saját gyökereit keresni, és akkor bemerik itt az elemzésbe, és akkor itt ez egy ilyen színházas tánc történeti mezőbe már így bekerül, és ezek a kutatások különben még most is folynak, hogy lezáratlanok, és mondjuk még itt sem születtem meg azért így a történetek. A másik, hogy ami meg most érezhető, hogy elkezdődik a munkás kultúrának a munkáskultúrától független kutatása, és a munkáskultúrát, ahogy az antropológusok a kultúrát értelmezik, hogy nem csak ez a munkás művelődés, ugye, mint ahogy volt a rendszerváltásig, hanem hogy ez egy ilyen komplex rendszer, amit meg kellett élni, aminek sokkal több összetevője van. És most, hogy ez a téma, vagy a munkáskultúra kutatás elkezdődött az elmúlt, nem tudom, 5-6, nem olyan régen, 5-6 évben, így az antropológia meg a társadalomtudomány területén kezdi behozni különben ezeket a témákat így egy-egy ilyen ellenzés, vagy egy-egy ilyen példa kapcsán, akár amikor a Városliget tér használata, térfoglalások, ezeknél a témáknál például már bejön az, hogy a munkások mikor foglalnak teret, hogy mi volt a városi színházban, mondjuk ez az egész osztó működött. Szóval, hogy ez egy ilyen, most is egy ilyen alapulóban lévő rész, és különböző tudományok nagyon eltérő szempontokkal közelítenek. Mert hogy az időben is egy ilyen nagyon változó dolog volt most is. Igazából nem kérdés, és már úgy érzem, hogy miután nem láttam a kérdést, hogy szinte nincs is jogom megszólalni, de rávettem magam, mert egyszerűen lenyűgözött az, ahogy egyrészt a jelentéstelentő mechanizmusokat sorba vesztett számunkra, ez szinte nagyon tanulságos volt, és azt pedig kifejezetten fantasztikusnak találom, hogy a párhuzamos narratívát választottad ebbe a mozaikszerű elrendezésbe, ezt akkor, amikor megmutattad ezt a hálózati ábrát, akkor ez szinte így önmagára ezt kívánta, szóval én azt gondolom, hogy így látatlanban ez egy teli találat volt, így nekem így jön át, most így ebből, amit elmondtál. És ahhoz viszont szeretnék valamit hozzátenni, hogy vajon mi megy át a közönségnek, vagy mi megy át a látogatónak. Mondtad, hogy én meglátogatottam, na nem, meg meglátogatott ez a tánccsoport, és az jutott eszembe, hogy nemrég egy nagyon kis tanári csoporttal voltam az önökénkben, és ott azt csináltam, hogy először azt mondtam, hogy menjetek, nézzétek meg, és utána lesz a vezetés. És megnézték a kiállítást, és utána volt a vezetés, és ami hihetetlen hozadéka volt ennek számomra, mert csak azt tudtam belőle meglátni, hogy mi megy át, és mi nem. És hogy az is milyen érdekes lett volna, hogyha mennek onnan nézők, és hagyottan előbb megnézzék egy fél órában, mert ezt egy kis kiállításnál jobban meg lehet valószínűleg csinálni, mint nagynál. De hogy megnézzük, és utána fordítsd meg, és akkor ki tudod venni belőlük, hogy körülbelül mi lehet. Itt különben még most eszembe, hogy ami még így támogat lehet, hogy a Képzőművészeti Egyetem kurátorképzőseinek ez a kiállítás volt a felvételi feladat. Uh-huh. És akkor abból, hogy mégis én nem láttam a felvételi kérdőnokat, de úgy kérdeztem, hogy így, aki volt így, a Irányi Bizottság volt, vagy így jött már neki, mi nem, és érdekes volt, hogy mondjuk jó, hogy erre a szakmára készülnek, vagy legalábbis kiállításrendezés készülnek. Tehát aki master ment a... Nem, az alapképzősöknek. De hogy már van egy, nincs háttér, vagy nincs még háttértudás, de van egy nagy érdeklődés, meg egy ilyen nyitottság. És ott érdekes volt, hogy meglepő módon tudták kötni. Nagyon jól kötni a dolgokat. Azt, hogy ott volt az az inkarnáció ellen, ami nem kortársművészet volt, viszont azon volt ez a líder, meg azon lehetett nézni így a filmet, azt nagyon sokan észrevették, hogy például reflektálott a tér másik felén lévő előadásokhoz. És volt, aki rá is jött, hogy ez olyan, mintha egy ilyen színpad is lenne így egyben. Úgyhogy hogy részben ha van egy érdeklődés, hogy már egy ilyen elszántság, hogy végignézzék, akkor talán így átjönnek. De ez jó ötlet, hogy úgy kezdeni a vezetést, hogy mondják el, hogy mit látnak.
Csak ugye ehhez, hogy mennyire kell átvenni mindennek. Tehát a változatnak mindent meg kell érteni, amit a kurátor elképzel, azt mondom, nem. Ez a kérdés, ez nagyon jó, hogy elég levetett vagy a látogatónak. Tehát én nagyon sok mindent leválasztottál, én nagyon sok mindent nem tudunk meg, amit nem biztos, hogy mindenki tud, aki. Tehát a teljes ilyen politika, történeti, ilyen-olyan irodalomtörténeti vonatkozások azok le vannak választva, mert szerintem sokkal szabadabban viszonyulhat a kiállított anyaghoz az, aki ide felé. Aki tudja, az tudja, aki nem tudja, nem tudja, aki bizonyos háttér dolgokat tud, annak érdekesebbek, bizonyos képek, vagy az ábra, vagy az összefüggés. Aki meg nem tudja, az nem terhődik ezzel. De azt gondolom, hogy lehet, hogy hát ez az egyéni olvasat, tehát hogy ettől lesz egyedi élmény az, hogy megnézek egy kiállítást. Tehát, hogy nem is biztos, hogy mindig mindennek utána kell menni. Én nem beszélnélek le arról, hogy a kis feliratokat azokat szüntetnek. Mert ugyanakkor viszont az is nagyon tetszik ebben a kiállításban, hogy vállalja azt, hogy talán egy bizonyos szűkebb réteget szólít meg. És annak ad egy nagyon erős élmény, és ehhez például azok a kis feliratok azok nagyon-nagyon jók, tehát nagyon-nagyon sok mindent meghozhatnak. Hát ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen még egyszer, fontos, hogy itt akkor jövő héten kedden is találkozunk, mert kicsit ez intenzív az egyetás. Nem az őszi vagy téli kérdében aztán már csak hárommal, tehát hogy már éppen kívül a szó, hogy lehet, hogy hárommal. Tehát, hogy kicsit intenzív, de majd a következő kérdében a találkozunk. Köszönöm szépen!